Érkeznek az ajándékok a győri anya, csecsemő és gyermekotthonba. Ahogy az már az elmúlt években hagyományosnak mondható. Úgy Borkai Zsolt, Győr polgármestere idén is meglátogatta az otthon kisebb-nagyobb lakóit, és ajándékokkal kedveskedett nekik. A városvezető számára kiemelten fontos, hogy minden évben eljusson a gyermekotthonba. Mindig jó érzés ide jönni a gyerekek közé, hiszen olyan szeretettel fogadnak bennünket és készülnek. Így karácsony előtt mi pedig úgy gondoljuk és úgy érezzük, hiszen az ember életében a legfontosabb pillanat és legfontosabb dolog az, amikor adhat, és ha ráadásul a gyerekekről szól, akkor pedig egy csodálatos élmény. Ugye mi mindig szívesen, legalábbis én személy szerint jövök ide az anyás csecsemő otthonba, és ajándékozom meg a gyerekeket így karácsony előtt, és aztán ők is megajándékoznak minket, hiszen fantasztikus programmal köszöntöttek most is bennünket. Az 56 főt befogadni képes anya csecsemő és gyermek otthonban jelenleg teltház van, és természetesen a bentlakók is nagyon készülnek az ünnepekre. A karácsony közelettével egy kis műsort állítottak össze, melyben a kisebbek és a nagyobbak is részt vettek. A városvezetők láthatták a betlehemi történetet, emellett pedig a karácsonyfák meséjét és egy kis tánc bemutatót is megnézhettek. Az otthon lakóinak sokat jelent, hogy játékokat és egyéb ajándékokat kaphatnak, mondta el dr. Vargáné Réti Edit intézményvezető. Az önkormányzat figyel az itteni munkára, figyel az itt élő gyerekekre, és ez számunkra nagyon nagy öröm. És az, hogy még játékokat is kapunk hozzá, méghozzá igen jelentős mennyiséget, ennek nagyon örülnek a gyerekek. A találkozó végeztével Borkai Zsolt köszönetet mondott a színes műsorért, a jelenlévő városvezetők pedig egy kis ajándékot is átvehettek a gyermekektől.